Szeretettel köszöntök mindenkit, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban a magyar diákok egyik legnagyobb mumusáról, vagyis az angol nyelvtanról lesz szó. Pontosabban arról, hogy hogyan tudsz megbarátkozni az angol nyelvtannal, és hogyan tudod a szövetségeseddé tenni az angol nyelvtant. Nos, megint kezdjük a dolgokat a legelején és az alapoknál. A magyar oktatási intézményekben az angol órákon nagyon-nagyon sok időt töltenek az angol nyelvtan elsajátításával és gyakorlásával. Egyes vélemények szerint túl sokat is, és épp ezért nem jut elég idő arra, hogy a diákok beszéljenek, de ezt a vitát most nem fogjuk itt megnyitni és eldönteni. Nekem meggyőződésem az, hogy sajnos az angol tanárok, a magyar angol tanárok egy jelentős része nagyon jó szándékkal, de rossz módszerrel akarja a diákoknak megtanítani és a diákok fejébe verni az angol nyelvtant. Épp ezért teljesen mindegy, hogy milyen óraszámban tanítják az angol nyelvtant, a diákok nem értik azt. Ugyanakkor az érem másik oldalán, hogyha az interneten böngészel, vagy a Facebookon böngészel, nagyon sok olyan nyelviskola hirdetését láthatod, amelyek azt sugallják, és most nagyon óvatosan fogalmazok, tehát nem azt mondom, hogy azt kommunikálják, de azt sugallják, hogy az angol nyelvtan egyáltalán nem fontos, megúszható, és ez az egész dolog kiküszöbölhető. Nemrégiben beszélgettem az egyik ismerősömmel, aki azt mondta, látva ezeket a hirdetéseket, hogy egyszerűen nem érti azt, hogy ha az angol nyelvtan egyáltalán nem fontos, akkor neki miért kell a gyerekének az iskolában hetente háromszor nyelvtani teszteket és nyelvtani dolgozatokat írnia. Úgyhogy próbáljuk meg elmagyarázni ezt az ellentétet. Aki azt mondja neked, hogy van olyan trükk, vagy van olyan hack, amivel az angol nyelvtant megúszhatod, az egyszerűen hazudik. Jó? Tehát ilyen egyszerűen nem létezik. Nyelvtan nélkül semmi más nem csinálnánk, mint különböző angol szavakat tennénk egymás után. Úgyhogy az első mód, amit nagyon szeretném, hogyha megértenél, hogy az angol nyelvtan elsajátítására teljesen mindegy, hogy milyen hirdetéseket látsz és ki mit mond neked, igenis erőt és energiát kell fordítanod. De hogyan csináld ezt okosan? Második tanács, vagy második lépés, a gyakorlat teszi a mestert. Tehát ha tudod, hogy neked problémáid vannak az angol nyelvtannal, akkor ne várj valamilyen külső segítségre, semmilyen nyelviskolára vagy nyelvtanára, hanem vedd kezedbe az irányítást, és minden nap gyakorolj 10 percet, és ezt a 10 percet csak az angol nyelvtan gyakorlására fordítsd. Épp azért készítettem el én is a tréningemet, az online tréningemet, hogy megmutassam azt a nyelvtanulóknak és a diákoknak, hogy hogyan tudják okosan tanulni a nyelvtant. Tehát minden nap nem többet, mint 10 percet fordíts csak az angol nyelvtanra. A harmadik lépés. Haladj lépésenként. Elképzelhető, hogy jelenleg te mondjuk csak 3 vagy 4 igeidőt használsz magabiztosan. Mondjuk az egyszerű jelent, a folyamatos jelent, az egyszerű múltidőt és az egyszerű jövőidőt. Nagyon sokszor hallom azt a diákoktól, hogy ő majd akkor fog megszólalni, és akkor fog beszélni, hogyha sokkal több igeidőt ismer, és majd az egész nyelvtant feldolgozta és megértette. Na most ez egy nagyon-nagyon rossz nézőpont. Ha te jelenleg csak 4 igeidőt használsz magabiztosan, akkor használd csak azt a 4-et. Jó? Tehát folyamatosan gyakorolj, folyamatosan használd az angol nyelvtant, de mondjuk ne használj present perfectes mondatokat, hanem csak azt a 4 igeidőt használsz, amit eddig tudsz. És mivel megbeszéltük, hogy minden nap gyakorolsz ugye napi 10 percet angolul, folyamatosan szépen a saját ütemedben bővítsd ennek a saját nyelvtan tudásodnak a tárházát, és folyamatosan add hozzá az ismereteidhez a
további igeidőket és nyelvtani szerkezeteket. Tehát teljesen mindegy, hogy jelenleg te hány igeidőt ismersz, mindenképpen használd az angolt, és gyakorolj az angollal. Negyedik lépés. Nagyon fontos, olvas minél többet angolul. Nagyon fontos, hogy a nyelvtani tesztek gyakorlása és a nyelvtani tesztek kitöltése mellett te szövegkörnyezetben is lásd ezeket a nyelvtani szerkezeteket. Ezt pedig úgy tudod a legegyszerűbben megtenni, hogy minél többet olvasol az adott nyelven. Tehát minél többet foglalkozol angol szövegekkel. Nagyon sokszor elmondtam már, hogy én a nyelvtankönyvek, vagy az angol tankönyvek olvasmányai helyett, vagy inkább azt mondom, hogy azok mellett, az angol nyelvű Wikipédia szócikkeket ajánlom. Egészen biztos, hogy találsz az angol nyelvű Wikipédián a saját érdeklődési körödnek megfelelő angol nyelvű tartalmat, és tulajdonképpen azt érezheted, hogy összekötötted a kellemest a hasznossal, hiszen a hobbiddal foglalkoztál, de mégis angol nyelven olvastál, és angol nyelvtani szerkezetekkel találkoztál. És az ötödik lépés, ami szintén ehhez kapcsolódik, hogy hallgass minél több angol nyelvű szöveget. Szintén nagyon fontos az alkalmazás szempontjából, hogy ne csak olvass, hanem halljad is ezeket az angol nyelvtani szerkezeteket élőben, beszéd közben és akció közben. Úgyhogy én azt javaslom neked, hogy keress olyan podcastot, vagy olyan podcastokat, ami az érdeklődési körödnek megfelel, és munkába vagy iskolába menet, reggel vagy hazafelé mindenképpen hallgass angol nyelvű szöveget. Ehhez nincs más dolgod, mint a Google keresőjébe beírni azt a szót, ami éppen a hobbid, lehet ez akármi, hozzátenni egy plusz jelet, és odaírni azt, hogy podcast. Egészen biztos, hogy rövid idő alatt találsz az érdeklődési körödnek megfelelő szövegeket. Tehát még egyszer összefoglalva, az angol nyelvtan nem megúszható és nem kiküszöbölhető, de megszelidíthető, ehhez nem kell más tenned, mint rendszeresen napi 10 percet foglalkozni vele, illetve minél több angol nyelvű szöveget olvasni és hallgatni. Én köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!